Jó estét kívánok, ezek az RTL Klub hírei. Újabb légpuskás baleset történt Borsod megyében. Tegnap éjszaka egy 4 éves kisfiút lőtt arcon véletlenül 5 éves testvére. A gyerekek apja a padláson lévő görényt akarta lelőni, a létrához támasztotta a puskáját és felmászott. Megkérte a feleségét, hogy adja fel neki a fegyvert, de azt a nagyobbik gyereke kapta el. Ekkor történt a baleset. A 4 éves fiút tegnap este megműtötték, orvosai szerint jól van. A balesetet a rendőrség vizsgálja. Haláláig börtönben maradhat Engel Zoltán, akit azzal vádolnak, hogy tavaly májusban megölte Borsos József rendőrszázadost. Az ügyész ugyanis tényleges életfogytiglani börtönbüntetést kért. Azt mondta, a társadalom védelme érdekében az elkövetőt el kell szigetelni a normálisan élő emberektől. Engel Zoltán az elmúlt 20 évben 9-szer állt bíróság elé, legutóbb tavaly januárban engedték szabadon. Ezt követően 4 hónap múlva ki akart rabolni egy házat, ekkor keveredett tűzharcba a rendőrökkel. Egyetlen magyar katona sem gondolta meg magát azok közül, akik nem sokára Irakba indulnak, bár mindannyian gyászolják a hősi halált halt Nagy Riárdot. Táborfalván ma fejeződött be 300 katona kiképzése, ahol felkészítették őket a nehéz körülményekre. Augusztusban közülük 200-an utaznak Irakba, ők váltják le az Al-Hillában szolgáló magyar katonákat. Lelőhetők az utasszállító repülőgépek Magyarország légterében, ha az eltérített gépek terrortámadásra akarják felhasználni. Erről 1 hónappal ezelőtt döntött a kormány, és ezt mostanáig titokban tartották. Gálya Zoltán kormányszóvivő híradónknak azt mondta, a döntést azért nem hozták nyilvánosságra, hogy a biztonsági intézkedések hatékonyak legyenek. Péter Falvi Attila adatvédelmi biztos kifogásolja, ha a kormány az emberi életeket érintő lényeges döntések tényét eltitkolja az állampolgárok elől. A pékek 10-15%-os áremelést szeretnének elérni még az idén, ezzel az egyre emelkedő termelési költségeiket szeretnék fedezni. A Magyar Pékszövetség elnöke szerint a pékségek 30%-a rövid időn belül akár be is zárhat, mert a működési költségeket nem tudják fizetni, ezért sok pékség veszteséges. Jogosítvány nélkül vezetett egy BKV buszt Demszky Gábor. A főpolgármester, akinek nemrég gyorshajtás miatt elvették az amúgy is lejárt jogosítványát, néhány métert tett meg a járművel azon az útvonalon, ahol a metrópótló buszok járnak. A főváros sajtóirodája szerint Demszky Gábor csak a sajtó kedvéért demonstratív jelleggel ült a volán mögé. A rendőrség szerint, aki közúton jogosítvány nélkül akár csak egy métert is vezet, szabálysértést követel. Robbanóanyaggal teli autót talált a rendőrség Isztambul repülőterén, mindez 4 nappal a török városban tartott NATO csúcs előtt történt. A városban tegnap 2 merénylet is volt, egy bomba egy szálloda előtt, egy másik pedig egy autóbuszon robbant fel. A merényletnek 5 halálos áldozata volt. Az országban a NATO csúcs és George Bush amerikai elnök látogatása miatt a legszigorúbb biztonsági intézkedéseket vezették be. Az RTL Klub híreit látták, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Tanítok matematikát. Több ezer embert tanítottam. Hiába. Nem tudtam megtanítani az embereket matematikára. Itt van ez az új Vodafone 250-es tarifacsomag, ahol nem 40, hanem 24 forintos percdíjjal beszélhetnek az emberek. Vagyis 40%-kal kevesebbet fizetnek, mint a Relax 250 esetében. 40%! És mégis akadnak, akik nem a Vodafont választják. A Sharp GX15 Vodafone 250 előfizetéses díjcsomaggal most csak 14.990 forint. Mester legféltettebb kincse.
hogy újra elcsábítson. Dirty Dancing 2. Július 8-ától a mozikban. Új Panda. 3,7 literes fogyasztással és 3,7%-os finanszírozással. Don't call me baby. Június 26-án nyitás. Coca-Cola Beach House. Itt a helyed. Vajon melyik bírja tovább? A Duracell vagy a hagyományos szén-cink elemek? A teszteken a hagyományos elemek kidőlnek. Akármivel próbálkoznak, a Duracell mindig nyer. A Duracell akár 10-szer annyi ideig bírja, mint a hagyományos szén-cink elemek. És hogy a telefonja is sokáig bírja, keresse a Duracell akciós csomagját, melyben mobiltöltőt talál. Gratulálunk! Ön nyert! A bank fizet. Egy havi törlesztő részletet. Igényeljen Citibank személyi kölcsönt, és 6 hónap után egy havi részletet elengedünk. Hívja a 0640 40 10 40-es telefonszámot, hogy tanácsadóink válaszolhassanak kérdéseire. Dezső bázisdíjcsomagot használ, Géza pedig csevegőt. Most felhívjuk őket. Halló? Dezső nem mindig boldog, ha csörög a telefon. Géza viszont minden hívásnak örül, mert a csengető kedvezménnyel percenként 1 forintot írunk le számlájából minden fogadott matávos hívás esetén. Váltson ingyen csevegődíjcsomagra, és élvezze, hogy minden fogadott hívás önnek csenget. Csengető kedvezmény a matávtól. Hogy megvizsgáljuk a hajszálak erősségét, modelleztük a hajszárítás és a mindennapi hajformázás roncsoló hatását, amely a hajat töredezetté teheti. Végül megszámláltuk a letört hajvégeket. A Dove hajbalzsammal ez 92%-kal kevesebb. A Dove hajbalzsam mélyen hidratál, és a hajat erősebbé, egészségesebbé teszi. Dove, a hidratált haj, a gyönyörű haj. Rosszalkottál? Csábulj el, tisztulj meg, kezd újra! Új kígyóbörtus fürdő az Axe-tól. Jó estét, a találkozások legfrissebb információit hallják. Spielberg magyar esküvőre hivatalos. Sophia Loren fia szeptember 18-án vezeti oltár elé magyar menyasszonyát, Mészáros Andreát. A napi ÁSZ információi szerint a lakodalomra hivatalos Steven Spielberg és Giorgio Armani is. Az esküvő szép ajándék lesz Lorennek, ugyanis az olasz filmsztár szeptember 20-án ünnepli 70. születésnapját. Balázs és Mónika elhallgatnak, legalábbis egy kis időre, ugyanis a két műsorvezető nyári szabadságra megy. A szünidő örömére együtt bulizott a két produkciós stábja. Mónika Szicíliába, Balázs pedig Korfura készül pihenni. A barátok közt fiatal szereplői dalra fakadnak. Matyi és Dorina mindez Dajcsonita és Kini Zsiotto kedvéért teszik. A sorozatbeli Tóni és Noémi ugyanis két dallal lepi meg majd a friss házasokat. Az egyiket az esküvői ceremónián, a másikat a Lagziban adják majd elő. Egy biztos, Anitáék nótáját a hétvégén elhúzzák. A részletekkel és óriási nyereményekkel várom önöket az Egy szempillantás alatt című film után. Nyerjen havonta egy 600.000 forintos álomkonyhát a Whirlpool Magyarország Kft-től. Nyár végén egy Seat Toledo-t a Seat márka kereskedők jóvoltából. Rendőrség! A legjobb zsaru a városban. Volt. Mert megérkezett a mama. Ugorj be kicsikém, elkapjuk ezeket a szemeteket. És anyait belead a tisztogatásba. Megengedtem, hogy velem gyere, azt nem mondtam, hogy társak leszünk. Na jó, meglepetést akartam. Sikerült! Bár a zsarus mamás elég ciki. Tiszta ég és az egész! Azért tisztába teszi a dolgokat. Ne tegyetek tisztába! Még a nagy dolgokat is. Ami hozott neked tiszta pelus. Sylvester Stallone. Vagy Elvis Presley. Állj! Vagy lő a mamát!
20 óra 15 perckor. Nem semmi. Egy munkamániás nagy esélye. Egy alkalmi partner, a pia, ami minden tönkre vág. Ez az új divat. Jó meg az ex-pasi. Megölnek! Ez egy elvebeteg. Na, hogy drágán kell adni az életét, mert beütnek a termesztő szenvedélye. Vegyük a legközelebbi szállodánál. Mi? Megy már! Hollywood éjfél! Rázzuk fel a várost! Hogy séta? Kim Basinger, Bruce Willis. Nem látni és megszeretni. Vasárnap 20 órakor. Rosszabbul is végződhetett volna. Ő itt Mona. Ne nyúlj ahhoz a sörhöz. Gondos vagy. Te már nem találsz vonzónak. Persze, hogy nem. Szerető feleség és jó szomszéd. Ám egy szép napon. Szerencsés kimenetet baleset. Ezt meg kell ünnepelni. Nem vetted észre valami furcsa? Ha senki sincs megrendülve a gyásztól. Jimmy Lee Curtis, Danny DeVito, Bette Midler. Dögölj meg, drága Mona. Vasárnap 21 óra 40 perckor. Egy tökéletesnek látszó bűnöké. Egy kapsi temetkezési vállalkozó titka. Hány fok van a kemencébe? 1600 fok. A feleségem még a 30-at is nehezebb bírja. Egyelőre végeztünk, uram. Egy pillanat, uram! Igen? Elnézést! Ön egy nyomozó. Úgy is van, nyomozó lennék. Aha. Benne lesz, vagy nem lesz benne. Elfelejtettem-e? Oh, rendőr vagyok, Gorilla uram! A főszerepben Peter Falk. Ebben van valaki, uram. Kalambó, nyugodjék békében. Szerdán 20 óra 40.